Általános iskolásként még alig tudott magyarul. Nagymamája nevelte, aki csak derengi lengyelül beszélt. A lengyel felmenők iránti érdeklődés vitte a történelem irányába, később ez lett legfőbb kutatási területe. Rémiás Tibor 2017-től a József András Múzeum igazgatója. Pályáját a miskolci Herman Ottó Múzeumban kezdte több mint 30 évvel ezelőtt, majd Egerből került Nyíregyházára. Kollégái ünnepi kötettel köszöntötték 60. születésnapja alkalmából. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ez egy nagy meglepetés volt számomra, de valóban tényleg egy meghatottan tudok csak erről beszélni, hogy igazán egy szép gesztus, meglepetés. A mi szakmánkban az mindig úgy van, hogy ha ez egy meglepetés, akkor nem is kell róla tudni, és azok a kollégák írtak bele tanulmányokat, akik a eltelt 40 éves múzeumi együttlét alatt velük valamilyen kapcsolatban voltam. A kötetben 24 egykori és jelenlegi kolléga írása olvasható. A téma maga pedig nagyon változatos, de ugye próbáltak figyelni arra, hogy amikkel én foglalkoztam. Elsősorban uradalomtörténet, meg ugye családtörténet és a nemzetiségi kutatás. Ilyen témák vannak ott, hogy abaúji középbirtokosság története, vagy a szepsi fazekaszcé, lengyel-magyar kapcsolatok a Magyar Nemzeti Múzeumnak a kertjében, füzéradványi uradalomtörténet, a bódva kutatás, amiben szintén maximálisan részt vettem, vagy nyíregyházi vonatkozásban ugye a Kálai család története, de múzeumi műtárgy történet is van, például a sarkantyúk története itt a József András Múzeumban, vagy életmódváltozás Miskolc tekintetében, Szatmári főispánság, és sorolhatnám még, 24 kollega vette a tollat, a laptopját, és volt arra hajlandó erre a 60. születésnapra való tekintettel, hogy megtisztelt azzal, és most szeretném nekik itt is megköszönni, hogy ilyen rendesek voltak, és egy kötetben szépen összeállt. A könyv a József András Múzeum sorozatának része, melyben ez a 83. kötet.